Sokáig úgy tűnt, hogy Karácsony Gergely megúszta a karaktergyilkosságot, de most megtalálták a testvérét, aki eddig több békemeneten részt vett, és az EHO TV-nek nyilatkozott is. Arról beszélt, szembe megy a gyökereivel, értékválságot jelent, hogy Gergely beletörölné a lábát az alaptörvénybe. Mennyire viselik meg az ilyen támadások? Kérdezzük Karácsony Gergelyt. Karácsony Gergelynek jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Bő egy hét van hátra a kampányból, még sose volt kormányfőjelölt. Ilyen kampányra számított? Ami eddig eltelt belőle? Nem számítottam ennyire rosszra, és nem a saját személyemet illető válaszkodás kapcsán, hanem általában a kampány színvonala, a igazságnak csak az apró magvai jelennek meg a Fidesz kommunikációjában. Az ég adta világon semmi értelmi vita nincs az ellenzék és a kormány oldal között, tehát ilyen szempontból azt gondolom, ez egy borzasztó kampány. De leginkább azért, mert csak a gyűlölet és a hazugság van az egyik oldalon, és a másik oldalon én személy szerint mindent megteszek annak érdekében, hogy arról a Magyarországról beszéljek, amiben hiszek és amiért politizálok, csak hát ugye ez viszonylag kevés emberhez jut el, meg hát egy végtelen primitív, aljas ellenféle szemben azért nehéz az embernek megőrizni a hidegvérét. Ezt a momentumot, amit itt a bejátszóban láthattak a nézők, hogy a testvére is megszólalt az EKO TV-ben, ezt hogyan minősíti, vagy hogyan értékeli? Hogy is mondjam, én a családi történetet nem szeretném idehozni, csak azt a kérdést szeretném föltenni, hogy biztos jó-e az, hogy egy olyan országban élünk, ahol egy politikai kampányban az hír, hogy valakinek a testvére másféleképpen gondolkodik. Tehát szerintem ez nem hír. Mert hogy ez rendkívül sok családban előfordul. Hát persze, és egyébként az én szerintem, hogy kinek köszönhetjük azt, hogy ez az ország darabra van széttörve, és tele van feszültséggel, és családok mennek azon tönkre, hogyha politikáról kell beszélgetni. Én nem szoktam a bátyám a politikáról beszélgetni, pont ezért, mert annál jobban szerettem, hogy összeveszek vele. De hát akkor nyilván nem lepte meg, hogy milyen állásponton van az ön szerepvállalásával kapcsolatban. Nem, az nem lepett meg. Nyilván az meglepett, hogy ezt valaki fontosnak érezte, hogy rábeszélje, hogy ezt elmondja a televízióban. De hát ez a... Se lepette meg nagyon azért ennyire. Na, hát persze nem lepett meg, de szerintem ez egy... Mint csemmel a tenger mutatja azt, hogy hogyan működik a Fidesz. A bizonytalanokat befolyásolhatja ez? Hogy még a saját testvére szerintem sem érti Karácsony Gergely szerintem döntését? Befolyásolja. Politikai értelemben azt gondolom, hogy nagyon sok ember azt fogja gondolni, hogy ebből miért csinálnak ügyet, és hogy miért kell a családok belső dolgait kiteregetni. És akkor most nem mondjak bele, hogy nekem még van másik két testvére, most akkor őket is be fogják hívni a másik televízióba, hogy elmondjanak egy... Nem, Isten őriz. Szóval ezt nagyon gyorsan hagyjuk abba. Én tisztelem, becsülöm a bátyámat, és szeretem a hazámat, és gyűlölöm azt a politikát, ami ilyen szinten úgy érzi, hogy van dolga azzal, hogy ezeket a dolgokat felhasználják. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy tudta előre, hogy lesz ez az interjú? Tudtam, igen. Szólt? Igen. De én előbb tudtam, szerintem, mint ő. Ne. Na, akkor az hogy volt? Hát, hogy mondjam, elég régóta, hogy a politikus, szólt, és hogy mondjam, mindenhol vannak barátaim, még az EHO TV-ben is. Tehát az EKO TV-sektől tudta meg, hogy a testvére fog adni egy interjút önről? Hát szerintem az, hogy ők keresik, hogy egy interjút adjon, azt én tudtam már napokkal ezelőtt. Tehát kapacitálták ők arra. Hogy... Igen, és de a bátyám fölhívott előtte, sajnos pont nem ért el, mert elég nehéz mostanában velem beszélni telefonon, de utólag beszéltünk, és hát nincs harag, csak hogy mondjam, én nem ilyen országban szeretnék ilyen, hogy ez téma. Lebeszélte volna egyébként erről? Már felnőtt ember, miért beszéltem volna le? Adott egy interjút az Indexnek is, ők azért utolérték, és ott ugye kiderült az, hogy hát nyilván a legjobb verzió az lenne, hogyha a Jobbik nélkül lenne többsége a baloldali demokratikus ellenzéknek. Így mennyire gyorsan menne a kormányalakítás? Ugye van már egy fél árnyék kormány, a másik fele az fejben már megvan? Hát sok politikussal számolok. Ugye én azt mondtam, amikor bemutattam az árnyék kormányomat, hogy megnevezek 8 olyan tárcát, ami nincs a mostani kormányzati struktúrában. És ez önmagában egy nagyon súlyos kritikája annak, hogy milyen, hát nem kormányzás, hanem valami kormányzás helyett valami fajta hatalomgyakorlás van Magyarországon. És kik azok a pártoktól független szakemberek, akik ezeket a pozíciókat elvállalnak annak érdekében, hogy ezeken a stratégiai területeken rendet tegyenek, és nagyjából a kormány másik fele állhatna azokból a politikusokból, akiket az engem támogató, vagy a kormány támogató pártok delegálnak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló felkészülő szakpolitikus van az ellenzéki pártok házatáján, a demokratikus oldalon.
Tehát nyilván az én fejemben vannak nevek, de azt gondolom, hogy nincs értelme ezeket ennél jobban, hogy mondjam. Meg sem próbálnék neveket kiszedni. Nagyon kedves öntől. Úgyhogy ugorjunk a következő verzióra. Mi van, hogyha kell a Jobbik is? Mert hogy azt mondja, hogy akkor sem ön, sem Vona Gábor nem vezet egy ilyen nagyon színes koalíciót. Ott már van miniszterelnök jelölt néva, akár az ön fejében, akár hogyha a Jobbikkal volt már ilyen szinten informális tárgyalás, mert azért kérdezem, mert az ember arra számít, hogy egy ilyen esetben akkora káoszt jöhet, akkora bizonytalanság, hogy minél hamarabb jobb ezt rövidre zárni. Igen, én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy az ellenzéknek komolyan arra kell készülnie, hogy nem csak egyszer leváltjuk a kormányt, mert az nem egy cél. Az egy eszköz annak érdekében, hogy Magyarországon jobb kormányzással jobb országot építsünk. Tehát erre nekünk föl kell készülni. Én éppen azért veszem ezt halálosan komolyan, hogy én nem egy kamu miniszterelnök jelölt vagyok, hanem egy igazi, és azért, hogy mondjam, lélekben, gondolatban, programban, csapatépítésben én úgy érzem, hogy erre készen állok. Hogyha választok máshogy döntenek, például kialakul egy olyan helyzet, hogy az ellenzéknek csak a Jobbikkal együtt van többsége, azt szeretném mondani, hogy szerintem az egy nagyon nehéz és komplex szituáció lesz. És kialakul, és hogyan tudom? Én a magam részéről annyit tudok mondani, hogy én olyan kormányt nem tudok vezetni, ami a Jobbik parlamenti frakciójára épít, és én nem fogom megszavazni Vona Gábor miniszterelnöknek. És nem azért, mert leesik a gyűrű az ujjamról, vagy szóval nem erről van szó, hanem, hogy mondjam, dolgok, amik nem működnek, azokat nem szabad erőltetni. Egy korlátozott mandátumú szakértő kormányzást, aminek nagyon világos feladatai vannak, el tudok képzelni, és nyilvánvaló... Nincs, és szerintem nem is érdemes ezzel foglalkozni, és én tényleg tudom, hogy már elhúzott egy beszélgetésben az, hogy a politikus, hogyha ha nyilván mindig gondolkodnia kell B-tervekben, de mindig az A-tervre kell készülni, mert különben az A-terv nem valósul meg. Tehát én azt gondolom, hogy, és erre kérek mindenkit, hogy ha azt akarja, hogy ez az ország ne csak túl legyen az elmúlt 8 év borzalmán, hanem utána valóban egy érdemi kormányzás elinduljon, hogy legyen Magyarországon jó egészségű, jó oktatás, magasabb bérek, több nyugdíj, akkor bízza meg a demokratikus ellenzéki pártokat egy kormányzásra alkalmas többséggel, és bízza meg a teljes ellenzéket egy kétharmados többséggel annak érdekében, hogy a Jobbikkal más kérdésekben lehessen együttműködni. Simán kialakulhat, hogy így gondolkodik a választó, és akkor Budapesten, megyeszékhelyeken MSZP, DK párbeszéd többség lesz, a többi helyen, vidéken pedig Jobbik. Nézze, én nem tudok a választók helyett dönteni, én csak nekem az a dolgom, hogy elmondjam, hogy milyen országot szeretnék építeni a választók bizalmából. Hogyha ez eljut mindenhová, ahogy egyébként tudom, hogy nem jut el, de ha mégis eljut oda, ahova el kell jutni, és az emberek adnak bizalmat, akkor én nem állok zsebbe a macskát, és elmondom azt, hogy milyen kormányt szeretnék. Tényleg megvan a kormányprogramom, megvan az a program, amit én miniszterelnök jelöltként a parlament asztalára le fogok tenni. Megvannak azok az emberek, akiket megneveztem, akik ennek a kormánynak a kulcstárcáit vezetni fogják. Ennél világosabban alternatívát képezni szerintem nem nagyon szoktak a magyar politikában. Hogyha ez mégsem elég, akkor annyit tudok mondani, hogy minden jobb, mint hogyha marad a Fidesz, minden jobb, mint hogyha ez a rendszer tovább betonozza magát, és tovább hergeli a lelkeket, és teszi tönkre a magyar társadalmat és a magyar gazdaságot. De minden más helyzet az egy bonyolult helyzet. A legegyszerűbb és legtisztább képlet, ha a baloldalnak, a demokratikus ellenzéki pártoknak van többsége, van egy stabil kormányzás, és egyébként van egy kétharmados felhatalmazás a Jobbikkal együtt a baloldalnak ahhoz, hogy alkotmánymódosítson. Ne új alkotmány fogadjon el, hanem azt a ketrecet, amit a mai kétharmados törvények jelentenek a magyar választópolgárokon, azt le tudjuk róluk szedni. Ha jól működik ez az MSZP párbeszéd együttműködés, elképzelhető fúzió a két párt között? Hát fúziót én nem látok indokoltnak, mert a szövetség szerintem ma többet jelent, mint erős párt. Tehát, hogy összeolvadnak. Szerintem a szövetséget fönn kell tartani. Nyilván tisztújítás lesz az MSZP-ben is, ambicionálhatja akár az MSZP vezetését is. Egészen biztosan nem ambicionálom az MSZP vezetését, és a pártfúziót nem tartom egy ma időszerű gondolatnak. Szerintem ezt a szövetséget stabilizálni kell. Tehát én viszont amellett mindenképpen érvelni fogok a választás után, bármi is az eredmény, hogy ennek a szövetségnek szerintem van jövője, és hogy ennek mi a szervezeti struktúrája, ez kevésbé fontos, szerintem a gondolat fontos. Az a program, ami miatt most kampányolunk, az szerintem választhat Magyarország fő problémáira, és ennek a két pártnak, a politikai értékvilágának egy működőképes szintézise. Azt mondta be az Indexes interjúban, hogy lesznek még visszalépések. Ez konkrét biztos tudás, vagy inkább remény? 90% hogy lesznek. És kinek a javára lép vissza? Ez hamarosan kiderül, húsvét után kiderül.
Ahányszor beszélgetünk stúdióban ellenzéki politikusokkal, mindig egy ilyen párnapos, egyhetes intervallumot mondnak, hogy majd akkor kiderül. De ezt január óta mondják. De most azt gondolom, hogy van egy komoly határidő. Az van. Április 8-a. Én úgy gondolom, hogy olyan visszalépésnek van értelme, amit a jövő hét közepén be tudunk jelenteni. És én 900%-ra veszem, hogy lesz ilyen. Fontos körzetekben olyan, ami mondjuk belváros Csepel, tehát hogy régóta vártuk? Fontos helyeken, mitől, és remélem, hogy minél több helyen. Mitől a holdpontról a vita? Hát az, hogy mindenki érzi a felelősségét, és én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok vezetői felelősségteljes politikusok. És én érdemben dolgozom azért, hogy legyen még előrelépés, és hogy a kampányra úgy tudjunk ráfordulni az utolsó napokra, hogy azok az emberek, akik változást akarnak, és várják a pártoktól, hogy egy kicsit több lelkesedést adjanak nekik ahhoz, hogy aztán eljöjjenek szavazni, hogy ennek érdekében ezeket a lépéseket megtegyük. Én azt gondolom, hogy kedszerdán érdemi dolgok lesznek. Konkrétan kedszerdán? Na, akkor szaván fogjuk. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm, hogy kíváncsi.